Ék, mint fiatal értelmiségi klub, és Disputa, mint Disputakör egyesület. A Disputa Magyarországon 5 éve működik, versenyvitát jelent, és most itt ezt a sajátos vitaformát szeretnénk bemutatni, a harmadik kor, vagyis a negyedik korcsoport, az egyetemi korcsoport, akinek a részvevőit láthatjátok ma este. Az egyik csapat Lővei egyes csapat, tagjai Varga Eszter, Csirke Balázs és Cseke Ivett. A másik csapat szintén a Lővei egyes csapata, méghozzá tagjai Hajdú Ági, Gál Emília és jó magam Múgy Klára. Szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik nem ismerik ezt a játékot, hogy lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz az, hogy az egyik csapat, mi most előre ugyan megegyeztünk, hogy kiállít vagy kitagad, de egyébként sorsolás alapján döntik el, hogy a tagadó oldalon fog állni, a másik pedig az állító oldalon. És ez nem azt jelenti, hogy az ő saját véleményét kell elmondania, hanem azt, hogy azt az álláspontot kell megvédenie és észérvekkel alátámasztania. És ezen kívül még fontos azt is hangsúlyozni, hogy ez ugyancsak nem azzal jár, hogy itt olyan szakemberek ülnek, akik mondjuk már több éves kutató munkával rendelkeznek egy adott témából, hanem csupán pár héttel ezelőtt tudtuk meg a témát, egy kicsit elmélyedtünk belőle, érveket gyűjtöttünk, méghozzá olyan érveket, amelyek valóban érvek és nem csak állítások, hiszen mi azért játsszuk ezt a játékot, hogy ezt valamelyest elsajátítsuk, mind a vita kultúrát, mind az érvelés technikát és az ennek a ezzel járó különböző képességeket. És éppen ezért, hogyha esetleges szakmai tévedések vagy csúsztatások vannak, akkor az nem azért van, mert mi most itt szeretnénk hülyíteni egy kicsit a közönséget, hanem azért, mert mi valóban nem mondjuk demokráciatudósok vagyunk, hanem egyetemisták. Mert akkor hallgassuk a vitát arról, hogy a demokrácia veszélyes. Köszönöm. Ja, és szeretném még azt megemlíteni, hogy elnézést, hogy a bíró Dödi lesz, Dömsödi Andrea, és előtte pedig a Gyertya 56-ot jelképezi. Akkor, hogyha nincs más kérdés, akkor én köszöntök minden kedves nézőt és a vitatkozó csapatokat, és megadnám a szót az állító egyesnek, hogy akkor tartsa meg beszélgetést. Köszönöm a szót. A bemutatkozásnál már túlestünk volna, így jobb, hogy rögtön a közepébe vágunk. Tételmondatunk már elhangzott, a demokrácia veszélyes. Rengetegféle demokrácia definíció található különböző szótárakban, lexikonokban. Mi ezek körül a politológiai, szociológiai definíciót választottuk volna, amely azt mondja ki, hogy a demokrácia olyan politikai rendszer, amely nyitott a követelések felé, és a lehető legtöbb érdeket csatornázza be. Veszélyesként mi azt definiáltuk, amely hiszen, hogy a demokrácia olyan lehetőségeket és eszközöket biztosít, amelyek önön alapelveinek és eszméinek torzulását, vagy végső soron a rendszer megsemmisülését okozhatják, természetesen a saját fogalmi körén felülvizsgálva. Kritériumot is kell hoznunk, ez is csapatunknak a feladata, a tételmondatot a rendszer stabilitása, illetve a demokrációnak a funkciója alapján vizsgáltuk. Egy gyors történelmi áttekintés a demokráciáról, illetve a demokrácia veszélyességének a megítéléséről. Már az ókori görögök, Arisztotelész és Platón is megmondta, hogy a demokrácia ez egy kerülendő államforma. Persze ehhez tudnunk kellett, hogy ott a befolyásolható tömeg, amely uralkodott, és a pillanati szeszélye alapján döntött szerint csupán 30%-a volt a népességnek. A 19. századi USA-ban, a demokrácia fénykorában a monopóliumok irányították a törvényhozást és a végrehajtást is, és a 20. századi világképéről azt mondhatjuk el, hogy a demokráciának nevezett rendszerek, árrendszerek világában élünk, hiszen mindenki demokráciát akar teremteni országában, de tulajdonképpen nagyon sok demokrácia már csak látszott demokrácia a világunkban. A megvalósítás nem történik meg klasszikus demokrácia definíció szerint, illetve mi definíciónk alapján. Az ideológiai háttérről néhány szót. Beszéljünk ilyenkor az alappillérekről és az eszmeiségről. Az eszmeiségről, hiszen a szabadság és az egyenlőség eszmeiségét vallja magának a demokrácia, ugyanakkor ez egy veszélyt hordoz magában, hiszen hogyha a szabadságot és az egyenlőséget egyszerre akarom mindkettőt korlátlanul megvalósítani, akkor tulajdonképpen egymást kizáró folyamatokat fogunk elindítani. Tehát ez egy nagyon kényes elméleti egyensúly, amelynek gyakorlati megvalósítására tulajdonképpen még várunk, ez nem következett be egyetlen egy ma fennálló, illetve fennáll demokrácia között sem. Az alappillérek közül természetesen beszélnünk kell a három alappillérről, az általános választójogról, a hatalmi ágak szétválasztásáról és a népszuverenitás elvéről. Mindegyik veszélyt hordoz magában definíciónk alapján, hiszen az általános választójog, beszéljünk itt mind a passzívról, mind az aktívról. Politikusok két típusra osztható,
a pozícióorientált, illetve a programorientált politikusokra. A pozícióorientált politikus tulajdonképpen a közhivatali székéért és az ott betöltött funkcióért fogja magát jelöltetni, illetve esetleg meg is választják. Tehát itt az önérdek dominál a politikusnak a tevékenységében. Még a programorientált politikusoknak az esetében előkerülhetnek a szélsőségek, és teljes idézőben jogszerű szélsőségek, tehát ők joggal vesznek részt a képviselőként a parlamentben, hogyha a nép megválasztotta őket. Tehát a szélsőségeknek a parlamentbe kerülésének a veszélyét hordozza magában a demokratikus rendszer. Az aktív választójogról. A nép a média által manipulált, és azon kívül nem is érzi a súlyát saját döntésének felelősségének, hiszen általában jellemző a demokráciákra, hogy nagyon alacsony a szavazati részvétel a szavazásoknál. Továbbá nem eléggé megfontoltak a döntések, a mostani németországi választásoknak a közvéleménykutatása kimondta, hogy az emberek, azok az emberek, akik elmentek választani, azoknak több mint az egyharmada a választás előtti napon döntött arról, hogy tulajdonképpen melyik kancellárra és melyik pártra fog szavazni. Azon kívül az embereknek a többsége nem is érti az adott országnak a választási rendszerét. A hatalmi ágakról, törvényhozó, végrehajtó, bírói, illetve jelképes és az ötödik hatalomról beszélhetünk. A törvényhozó hatalom, mint az országgyűlés, kétharmados többségben akár teljes alkotmánymódosítást is végrehajthat. Ez egy nagy veszélyt hordoz magában, tulajdonképpen felborulhatja az egész politikai egyensúlyt. A végrehajtó hatalom, mint kormány és önkormányzatok, tegyük fel, hogy egy párt kezében mindkettő összpontosul. Tehát mind a kormányhatalom, mind az önkormányzatoknak, az országban az önkormányzatoknak a többsége az ő kezében van. Ezáltal egy igen erős centralizáció jön létre, és az ellenzéki fék ezentúl nem fog működni tovább. A bírói hatalmi ágról összekapcsolódás révén beszélhetünk veszélyről, hogyha mondjuk a végrehajtó, illetve a bírói hatalmi ág összekapcsolódik. Erre már találtuk példát a történelemben. A jelképes hatalmi ágakról, tegyük fel a köztársasági elnöknek a példája. A rendszerváltás óta Magyarországon egyre növekvő a jogköre, és veszélyt hordoz magába például szuszpenziós vétójoga, tehát a törvényi vétójoga. Az ötödik hatalomról, beszéljünk itt a médiáról, a szakszervezetekről, a lobbikról és a monopóliumokról. Lobby és monopólium nagyon két fontos jellemzője ez, hogyha beszélünk a gazdaságról a demokráciában, hiszen a demokráciában nincs jól körülválasztva a politika és a gazdaság. Tehát kimondhatjuk azt is egyben, hogy a demokrácia tulajdonképpen a gazdasági érdekeknek a diktatúrája, a monopóliumok diktálnak. Ezen kívül beszélnénk még a népszuverenitásnak a jogáról, mely kimondja, hogy a hatalom forrása a nép, de ez tulajdonképpen csak egy illúzió. Illetve a politikai vonatkozást is meg kell említenünk, hiszen a demokrácia könnyen átcsaphat diktatúrába és anarchiába, mindkettőre hozunk majd történelmi példát. A megvalósíthatatlanságáról is említést kell tennünk, hiszen önmagukat korlátozó eszmék vannak a demokráciában, mint például a szólásszabadság és az egyéni szabadságok is többször fedésbe kerülnek egymással úgy, hogy az egyik gátolja másiknak a hatáskörét. Mindezeknek az ismeretében kijelenthetjük, hogy a demokrácia veszélyes. Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy elmondanád-e nekünk, hogy hogyan működött az a rendszer, amit Platón és Arisztotelész demokráciának nevezett? Tehát tulajdonképpen ez a bizonyos 30%-os kiváltságos réteg volt csupán az, aki a cserépszavazásokon részt vett, és egy szűrt elit volt az, aki a választásokon részt vett, tulajdonképpen a platóni vezetőségére. Szisztémában kerültek be a vezetők a hatalomba? Feltétlenül választások útján? Sorsolás útján kerültek ugyanis. Hallottál-e a Platón és Arisztotelész által politeiának nevezett államformáról? Igen, amikor a középosztály volt tulajdonképpen uralma. És véleményed szerint a mai demokrácia fogalomhoz melyik áll közelebb? Az a rendszer, amit ők demokráciának neveztek, de sorsolták a vezetőket, vagy az, amit ők politeiának neveztek, de választással kerültek a vezetők a hatalomba? Tulajdonképpen a sorsolásos áll közelebb a mai rendszerhez. Jó, egy másik kérdésre lenne. Véleményed szerint mi az oka annak, hogy a modern demokráciákban
gyakran olyan alacsony a választásokon való részvétel. Az emberek érdektelnek lettek a demokrácia rendszerében szemben, a demokrácia rendszeréből kiindulva a saját politikai rendszerek iránt. És szerinted ennek mi az oka? Magában a demokráciában keresendő okosod. Nem lehetséges az, hogy a demokratikus rendszerek magas hatékonysága lehet ennek az oka? Nem. Tehát az, hogy az emberek tökéletesen elégedettek azzal a rendszerrel, amivel élnek, és ezért nem óhajtanak ellene tenni valamit, holott a jogaik meg lennének rá? Nem. Köszönöm szépen. Ha 3 percet elhasználtunk, kérem az időmérőt, hogy előzzük. Jó. Köszönöm szépen az időt, akkor köszöntöm a jelenlevőket, és én is elkezdeném akkor a mi csapatunk álláspontjának kifejtését. Ezt először is a definícióra való reagálással szeretném megkezdeni. A demokrácia definícióját az állított csapatnak elfogadjuk azzal a kiegészítéssel, hogy mindenképpen szükséges azt leszögezni, hogy a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét széles köröknek biztosítja a demokrácia. Ez az állítók definíciójában nem volt így kimondva. A demokráciánál szeretném még azt is megemlíteni, hogy az állított csapat látszat demokrácia nevezetű jelenségét nem kívánjuk a demokrácia körében tárgyalni, csak is a valóságos demokráciákról óhajtunk beszélni. A veszélyes kategóriáját elfogadjuk, amit az állítók hoztak. Kiegészítenénk annyival, hogy a veszélyes, az tulajdonképpen veszélyesnek mondjuk azt a dolgot, ami egy negatív esemény jövőbeni bekövetkezésének valószínűsége szignifikáns. Tehát egy negatív esemény nagy valószínűséggel, szignifikáns valószínűséggel be fog következni, azt nevezhetjük veszélyesnek. A alapelvünk a bizonyítás során a viszonylagosság. A politikai berendezkedés tekintetében két formát különböztethetünk meg, a demokráciát, illetve az antidemokráciát.
Hogyha a veszélyesség szempontjából értékelni akarjuk az egyiket, például a demokráciát, akkor csak is a másikhoz viszonyítva tudjuk róla megállapítani, hogy veszélyes-e vagy pedig sem. Tehát mindkettőt meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, ezt értjük a viszonylagosság alatt. Hogyha adott tekintetben csak két forma létezik, jelen esetben a demokrácia, illetve a másik a diktatúra, akkor egyiket fogjuk veszélyesnek, másikat pedig nem veszélyesnek nevezni. Amelyik veszélyesebb, azt fogjuk veszélyesnek hívni, a másikat pedig veszélytelennek. Tehát ez a viszonylagosság elmélete. Bizonyításunk során megvizsgáljuk, hogy mik a releváns tényezők egy politikai berendezkedés tekintetében, és kimutatjuk azt, hogy e tényezők szempontjából a diktatúra a veszélyes, a demokrácia így tehát nem veszélyes kategóriába tartozik. Ezt két szempontból fogjuk megvizsgálni, tehát a két releváns tényezőt tekintünk, mint az állító csapat is megemlített, tehát ez egyben cáfolat is lesz az érveikre. Egyik a politikai biztonság, illetve a szabadság kérdése, a másik pedig a politikai egyenlőség kérdése. Azt állítjuk és bizonyítjuk, hogy a demokrácia garanciákat épít be a saját rendszerébe, ami egy negatív esemény jövőbeni bekövetkezésének valószínűségét az általunk említett szignifikáns szint alá szorítja. Tehát ilyen szempontból a demokrácia nem tekinthető veszélyesnek. Tehát első pontunk a politikai biztonság, illetve szabadság kérdése. Ezt az állampolgári jogok rendszere garantálja, tehát ez az a garancia, amit beépít a rendszerbe, a demokrácia saját rendszerébe. Itt ezek a jogok a személyiségi, lelkiismereti, vallási, szólás, sajtószabadság, egyesülési, gyülekezési jogok, amik ide tartoznak. A demokráciában ezek a jogok megvalósulhatnak, tehát a politikai biztonság, illetve szabadság megvalósulhat, és a veszélyességi foka bizonyos szignifikáns fok alatt kell, hogy legyen, tehát ott lesz, és egyensúlyhoz vezet ez. Diktatúrában viszont ezek a jogok csorbát szenvednek, és az ember nem cselekedhet, nem mondhat azt, amit akar, nem élhet a saját normarendszere szerint, nincs egy olyan fórum, ahol ezáltal a felgyülemlett feszültségeit levezethetné, és a politikai biztonság és szabadság nem valósul meg így a diktatúrákban, és a feszültségek felgyülemlése olyan veszélyhez vezet, hogy esetleg robbanás fenyeget. Tehát ilyen módon veszélyes. És tehát egy negatív eseménynek, egy robbanásnak a bekövetkezése szignifikáns. Hogyha az ember mégis megteszi, tehát nem titkolja el a gondolatait, a másként gondolkodását kifejezésre juthatja, akkor nagy a valószínűség, hogy szankcionálják. Tehát ez a negatív esemény szignifikáns valószínűséggel be fog következni, tehát ilyen módon a diktatúra veszélyes. Második pontunk a politikai egyenlőség szempontja. Minden egyén és közösség, tehát itt amikor beszélek az egyénekről, akkor nem csak egyénekről, hanem közösségekről is beszélek. Tehát az egyén és a közösség hátrányok nélkül ragaszkodhat a politikai véleményéhez, szabadon törekedhet érdekei politikai akarata érvényesítésére. A politikai egyenlőség garanciái közé tartozik, tehát ezek az említett garanciák, amit mondtam, hogy a demokrácia beépít a saját rendszerébe, például a többség és a kisebbség jogainak védelme. A demokrácia ezeket a jellemzőket mind produkálja, tehát a veszélyességi fokot a szignifikáns alászorítja, viszont diktatúrában nincsenek meg ezek a garanciák. Nem ragaszkodhat az ember a véleményéhez, nem érvényesítheti az érdekeit, politikai akaratát. Bizonyos érdekeket nem a nekik megfelelő súllyal vesznek így figyelembe a döntéshozatalnál. Egy személy, a diktátor érdekei érvényesülhetnek, és nem a tényleges csoportnak az érdekei. Tehát nagy a valószínűsége annak, hogy egy negatív esemény, például a feszültségek felgyülemlése következtében egy robbanás bekövetkezik. Tehát így a viszonylagosság szempontja alapján bebizonyítjuk azt, hogy a diktatúra veszélyes, és a demokrácia pedig a bizonyos szignifikancia szint alatt van, tehát nem veszélyes.
Köszönöm szépen az időt. Csak tiszteletes véget, mert kicsit megfoghatatlannak tűnt csapatunknak. Meg tudnátok elhatározni ezt a szignifikáns szintet, hogy konkrétizáljuk azt, hogy miről is vitázunk? Egy negatív jövőbeli esemény bekövetkezésének valószínűsége akkor szignifikáns, hogyha ez esetfüggő. Tehát bizonyos esetekben, például, hogyha egy ember átmegy az úton, 100-ból, hogyha egyszer előtti az autó, akkor az már szignifikánsnak és az esetünkre vetítve, tehát a demokrácia veszélyességét vizsgálva, mi az a szignifikáns szint, amit csapatotok meghatározott? Csapatunk azt állítja, hogy a demokrácia releváns tényezőit kell megvizsgálni, és ezeknek egyenként kell a bizonyos releváns szignifikancia szintjét megvizsgálni, és ezek összességében alkotnak egy nagy valószínűséget, és mi azt állítjuk, hogy ez a bizonyos határ alatt van. Köszönöm. Milyen politikai berendezkedési típusokat ismer csapatotok? Mi csapatunk kettővel foglalkozik, a demokratikus és a demokratikus. És milyeneket ismer? Csapatunk ezt a kettőt ismer. Abban az esetben, hogyha valami veszélyes, és létezik nála veszélyesebb dolog, akkor logikus következmény az, hogy amit első esetként vizsgáltunk, nem veszélyesnek minősíthető? Abban az esetben, ami jelen esetünkre is igaz, hogy csak két dolog adott egy szempontból, tehát politikai berendezkedés szempontjából demokratikus, illetve antidemokratikus rendszerek léteznek, és mivel csak ez a kettő vizsgálható a rendszer tekintetében, illetve mivel csak ez a kettő létezik, ezért a veszélyesség fogalmát viszonylagosan kell vizsgálnunk, és az egyik csak is a másikhoz viszonyítva nevezhető veszélyesnek. Létezik-e demokrácia elméletben, és létezik-e demokrácia gyakorlatban? Igen. Tehát ebben az esetben ezt a kettőt is lehet egymáshoz hasonlítani. A demokrácia során a többség uralkodik? Nem mondjuk, hogy uralkodik, hanem lehetősége van szélesebb köröknek részt venni az döntéshozatalban. Köszönöm szépen. Szeretném még időt kérni.
Köszönöm a szót. Tehát, mint az állítócsapat kettes emberre, a demokrácia veszélyességét szeretnénk továbbra is alátámasztani. Legelőször kitérnék a kérdésetekre, ahol kérdeztétek, hogy az alacsonyi választáson való részvétel, ez lehet az elégedettségnek az oka. Most ez egyáltalán nem az elégedettség oka, mint már említettük az egyik érvpontunkban, a választójognál pont, hogy az értetlenségnek az oka az, hogy a választási rendszert nem érti, azt nem tudja, hogy pontosan most ki, hogyha kire szavaz, akkor mi lesz, hogy az, amit ő egy jelöltnél elolvas, az valóban megvalósul-e, és pont ezért van az, hogy értetlen, és érdektelen lesz. Ezen kívül szeretnék kitérni kiegészítettétek a mi érve, vagyis a definíciónkat. Mondtátok azt, hogy szeretnétek kibővíteni méghozzá azt, hogy a döntéshozatalban való részvételnek a lehetőséget. Egyrészt mi ezt mondtuk, hogy az érdekeknek a becsatornázását próbálja, és pont azt bizonyítottuk, hogy mivel túl sok érdeket próbál becsatolni, túlságosan liberális és túlságosan sok jogot próbál adni, pont ennek az óriási nagy próbálkozása által lesz annak az a következménye, hogy veszélyessé válik, és önmagának a pusztulását is okozhatja, és itt csatlakozik be a következő pont, hogy ti végig a viszonylagosságot vizsgáltátok. Na most a viszonylagosság, hogyha veszünk mondjuk egy osztályból két rosszul tanuló gyereket, és az egyikre azt mondjuk, hogy igaz, hogy Pistike is kettes, meg a Józsika is kettes, de a Pistike még kettesebb, mint a Józsika, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ezért a Pistike nem kettes, mert az egyik rosszabb tanuló, mint a másik, hanem pont, hogy éppen attól függetlenül a másik is lehet veszélyes, és mi ezt szeretnénk bebizonyítani, hogy mi nem akarjuk itt egy másik rendszer, és főképp nem ennyire kisarkítva és leszűkítve csupán két rendszert egymással szembeállítva, hiszen ezen kívül sokkal több politikai berendezkedés létezik, hanem mi magának a demokráciának a veszélyességét vizsgáljuk, az önmagában hordozó veszélyességet, tehát azt vizsgáljuk, hogy azok az eszközök és azok az intézmények, amelyeket ez a demokrácia politikai berendezkedés biztosít, az mi az, amit magában foglal, és milyen következményei lehetnek, amit ti is elfogadtatok, hogy egy negatív esemény nagy valószínűséggel bekövetkezik, tehát hogy olyan következményei lesznek, amelyek definíciónk alapján veszélyes, és a kritériumunkban mi ezt úgy vizsgáltuk, a tételmondatot, hogy a rendszer stabilitása és a demokráciának a funkcionalitása alapján vizsgáljuk. És ezen kívül valószínűleg bizonyára számotokra is kitűnt, hogy van egy elméleti és egy gyakorlati síkja, és ennél a látszat demokráciákat mi nem azt értettük ez alatt, hogy ezek nem valóban nem demokráciák, hanem az, hogy a demokrácia fogalma az annyira tág, és éppen ezért számunkra is nehéz volt egy demokrácia definíciót kiválasztani, hogy pont ez is magában hordja a veszélyességet, hogy vannak olyan demokráciának nevezett berendezkedések, amiket mi kénytelenek vagyunk látszat demokráciáknak nevezni, mivel az elmélet és a gyakorlat szoros ellentétben áll. És pont ezt igyekeztünk bebizonyítani, hogy a gyakorlat az mennyire nem tudja megvalósítani azt a csodálatos elméletet, amit időzelvetével, amit lefestett. Tehát, hogy pont az, amit ti is említettetek, hogy vannak különböző ilyen, például állampolgári jogok, garanciákat, amiket beépít, hogy pont ezek az állampolgári jogok egyszer csak az egymás állampolgári jogait fogja sérteni. Például itt van a szólásszabadság és a személyiségi jog. Akkor hol tud érvényesülni a szólásszabadság, ha mégsem mondhat el mindenki, bárkiről, bármit? És ez ugyanígy, ezt tovább vizsgálhatnánk a különböző ilyen alapjogokat végigvizsgálva. És ugyanakkor mondtátok a feszültségnek a felgyülemlését a összehasonlító rendszerben szintén, ugyanígy felgyülemhet ez egy másik politikai rendszerben, veszük a demokráciát, és pont ezt bizonyítottuk az egész tétel érvrendszerünkkel végigvizsgálva történelmi áttekintéstől kezdve az a három alappilléren keresztül, hogy ugyanezt okozza, és éppen ez a veszélyessége, és ezért állítjuk, hogy a demokrácia veszélyes. Aztán kérdésünkben kitértünk a többségre, és mondtátok azt, hogy a jogait védik a többségnek és a kisebbségnek, de ugyanakkor azt is mondtátok, hogy érvényesül valakinek, tehát hogy kérdeztük, hogy érvényesülhet-e a többségnek az akarata, tehát hogyha megválasztották őt, vagy az van-e hatalmon. Tehát hogyha a többség hatalomra kerül, úgymond, akkor ő tudja mondjuk megszavazni a törvényeket, ahogy néztük a törvényhozásnál, ezáltal a kisebbségnek a jogait vagy érdekeit nem veszi figyelembe,
Ezáltal a kisebbség pont, hogy alárendelt viszonyba és kiszolgáltatott viszonyba kerül, ami ugyancsak a demokrácia veszélyességét hordozza magában. De ugyanakkor ott van az érem másik oldala, amikor a demokrácia túlságosan enged, és pont, hogy mondjuk a kisebbség is, mint mai napon a parlamentben a miép is ott van, és olyan szavazatokhoz juthat, amely által akár a kisebbség egy szélsőség hatalomra tehet majd szert. Tehát ugyanúgy a demokráciának a veszélyességét hordozza magában. És ezen kívül szeretnék az ötödik, tehát a hatalmi ágatnak a szétválasztásáról beszéltünk, amelyek mind-mind külön-külön a veszélyességét hordozza magában, és egyes emberünk említette, az úgynevezett idézőbetéve ötödik hatalomként, amiket megemlítettünk, a média. A médiának a veszélyessége és ugyancsak a demokrácia által, hogy milyen veszélyessége vannak, tehát a demokrácia eszközei által nyújtott veszélyességei, tehát a tömegmanipuláció például, a kormánypárti vagy ellenzéki lesz, és emiképpen nem lesz sohasem független, akkor a szakszervezetek ugyanígy nem tudnak függetlennek lenni, hiszen befolyásolják őket, és ezen kívül a lobbit és a monopóliumokat említettük, tehát a demokrácia veszélyes. Köszönöm. Kérnélek, hogy egy képzeletben, egy kísérletben vegyél részt, légy szíves. Tehát képzeld el azt, hogy a világon csak is forró víz, illetve langyos víz létezik. Jobb kezeddel most próbálnak belenyúlni a forró vizet közönbe. Utána pedig a másik kezeddel a langyos vizesbe. Ha most megkérdezik tőled, hogy milyen ez a két víz, milyen a hőmérséklete, hogyan érzed, akkor mit fogsz mondani? Meg. És a langyosra mit mondasz? Ez egy kicsit. Idegen. Tehát kicsit idegebb, és mihez képest idegebb? Hát mondjuk a levegőhöz képest. Jó, köszönjük. Akkor a második kérdésem az lenne, hogy itt az elmélet, illetve a gyakorlatban volt szó a demokráciák kapcsán, hogy légy szíves, nevezz meg egy olyan államot, amelyben megvalósul az elmélet. Tehát először is megvalósulhat az elmélet a... Mi azt mondjuk, hogy van egy elmélet, amire törekszenek, hogy megvalósuljon, és ennek a megvalósulási formáinál vizsgáltuk a veszélyességét. Tehát akkor egyetérhetek azzal, hogy teljesen tökéletes formájában sehol sem valósul meg az elmélet. És pont ez is magában hordozza a veszélyességet, hiszen ez akkor egy illúzió, hogy mindenre rá lehet húzni, hogy demokratikus. Jó, tehát nincsen tökéletesen megvalósult demokrácia. Nincsen. Yeah.
Először is menni szépen sorba. Az állító egyes azt mondja, hogy már az ókori görögök sem voltak igazából elégedettek azzal, amit demokráciának neveztek. Ugyanakkor azt állítottátok, hogy a demokrácia az a politikai berendezkedés, amely a lehető legtöbb érdeket csatornázva be, ami után viszont elismertétek, hogy az csak bizonyos rétegek érdekét vette figyelembe. Beszéltetek arról, hogy az USA-ban a monopóliumok irányították a 19. századon demokráciákat, de bizonyára ti is tudjátok, hogy a 19. század már elmúlt, és a demokráciák meg is változtak, legalábbis a gyakorlatot illetve. Beszéltetek áldemokráciákról is, de mivel mi most a demokráciákról vitatkozunk, ezért hadd érem meg a tisztelt állító csapatot, hogy szorítkozom a demokráciákkal. Beszéltetek arról, az állító egyes említette, hogy mivel a szabadság és az egyenlőség csak egymás rovására valósulhat meg, a demokráciában nem valósulhat meg az abszolút szabadság és abszolút egyenlőség. Csak hogy a demokrácia nem is tűzi ki célul az abszolút szabadság és abszolút egyenlőség megvalósítását, azokon kitűzi valamilyen fokú szabadság és valamilyen fokú egyenlőség megvalósítását. A mi állításunk pusztán annyi, hogy összehasonlítva más politikai rendszerekkel, nyilván ami nem demokratikus, az antidemokratikus valahol, összehasonlítva más politikai rendszerekkel sokkal jobban csinálja ezt. Aztán beszéltetek a népszuverenitásról, csak nem fejtítettek ki, lennyivel nem a hármas embertek fogja megtenni. Aztán volt szó az általános választójogról, arról is azt mondta az állító egyes Ági, hogy vannak olyan emberek, akik csak azért jelöltetik magukat valamilyen címre, hogy a cím birtokosának mondhassák magukat. Az embereknek pedig joga van ezt tiszteletben tartani, és joguk van oda megválasztani. Ha őt megválasztják, akkor ez a többség akaratnak volt. Illetve azt is mondhatok, hogy vannak, akik elhivatásból csinálják, de egy szélsőséget képviselnek, és így kerülhetnek a parlamentbe be. Két percnél föltétlenül hangosan figyelmeztes. És így aztán egy szélsőség fog majd a parlamentben érvényesülni. Ugyanakkor lehet, hogy a ti véleményetek az, hogy bizonyos dolgok változatlanul szélsőségesek, de a szélsőség megítélésének változását mindenképp jelzi az, hogy 4 évvel ezelőtt a miért nem került be a parlamentbe, idén pedig bekerült. Tehát a szélsőségességnek a nagysága is változik, talán egyre kevésbé lehet a miért szélsőségesnek nevezni. Arról is beszéltetek, hogy a nép manipulált, tehát akkor mindenkit manipulálnak, tulajdonképpen attól tartott titeket is manipuláltak, és esetleg rossz helyen keresitek ennek a tételnek a megoldását. Aztán arról is beszéltetek, hogy a döntések, amelyeket a választók hoznak, nem elég megfontoltak. Hát én őszintén remélem, hogy a mi érveinkre adott válaszokat nem az utolsó pillanatban hoztátok, mert esetleg ismét arra kell gondolnom, hogy a ti válaszaitok sem elég megfontoltak. Arról beszéltetek, hogy a hatalmi ágak, amelyeket kicsit megváltoztattak és új kategóriákat alakítottak ki, annyi baj legyen, azok mindenképpen befolyásolva vannak valami által, valamilyen érdekében mozognak. De arról megfeledkeztetek, hogy ezeket a rendszereket a választópolgárok működtetik akkor, amikor elmennek szavazni, és akkor is, amikor úgy irányítanak véleményt, hogy nem mennek el szavazni. Arról is beszéltetek, hogy mindenféle fórumokon, lobbikon, monopóliumokon, nyilvánosságon, szakszervezeteken keresztül mindenki manipulál. Ezzel mi is egyetértünk, hogy mindenki megpróbálja befolyásolni a többséget, vagy megpróbálja befolyásolni a döntéseket, tehát mindenkinek van valami fórum arra, hogy az érdeket érvényesítse, tehát a demokrácia e módon is betölti funkcióját. Szeretném újra kihangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy beszéltetek arról, hogy léteznek más politikai rendszerek, az első két emberetek egyet sem említettek túl azon, amiről mi beszéltünk, és mi csak remélem, hogy nem a vita végén kerül majd arra sor, hogy más politikai rendszereket bemutassatok, mint se nem demokratikus, se nem antidemokratikus, de amelyek jobban csinálják mindezt, tehát nagyobb biztonságot garantálnak a demokráciának, a választópolgároknak, vagy az állampolgárainak. Ezért gondoljuk azt, hogy a demokrácia éppen azért, mert mi csak az antidemokratikus rendszerekkel, főként a diktatúrával, mint ellentétével hasonlítjuk össze, sokkal nagyobb biztonságot ad, és mivel csak ezt a két dolgot tudjuk összehasonlítani, és itt látom érvényszerepekben a legnagyobb hibát, az egyiket szükségképpen veszélyesnek, a másikat pedig veszélytelennek lehet nevezni. Említettétek azt a példát, amikor egy osztályból kiveszünk egy 30 éves osztályból 2 gyereket. Csak hogy itt ennek a 2 gyereknek van csak neve, és ti nem említettétek a másik 28-at. Aztán arról is beszéltetek, hogy az alacsony részvétel a választásokon a meg nem értett választási rendszer miatt van, ezt azonban nem bizonyítottátok, mert csak állítottátok. Azt is állítottátok, hogy önmagában véve veszélyes, csak hogy a veszélyességet éppen azért, mert egy tulajdonságot csak valami máshoz viszonyítva lehet értelmezni, nem lehet önmagában vizsgálni. Az sem, hogy hideg, az sem, hogy meleg, kicsi, nagy, mindennek megvan a maga ellentétpárja, amitől maga a fogalom értelmet nyer. Remélem, ezt nem vonjátok kétségbe. Azt is állítottátok, hogy a demokrácia fogalma annyira tág, hogy vannak dolgok, amelyeket bele kell lenni a demokrácia értelmezésébe.
Hát én remélem, hogy az elmondottak alapján bebizonyítottuk, hogy azok a dolgok, amelyek benne vannak ebben az értelmezésben, mind azt bizonyítják, hogy a demokrácia nem veszélyes. Például a magyar választópolgár milyen időközönként dönt arról, hogy ki kerüljön a kormányra? Tehát ki gyakorolja a pártra? A kérdésed az akkor 4 évente egyszer. 4 évente egyszer, de soknak vagy kevésnek? Én ezt éppen rendben tartom. Köszönöm. Az ember félre az átletet a döntő az életben? Azt gondolom, hogy igen. Elismered, hogy a politikai rendszerek milyen átlethetetlennek tűnik az átlagember számára? Nem. Mindig átlátható. Ezt nem mondtam. Esetleg felmerülhetnek bizonyos kérdések, amelyek nem egészen tisztek, hogy ezek hogy működnek a gyakorlatban számára? Hát például az, hogy ki az államember? Én most megkérdezik, azt hiszem. Akkor csak így megkérdezem, hogy akkor a te véleményed szerint, a te átlagember definíciót szerint az átlagember félje az átláthatatlantól? Az átlagember szerintem fél az átláthatatlantól, amennyiben ez őt érinti való az életében, igen. Tehát az átláthatatlan politikai rendszerektől is fél, és az átláthatatlan döntések. Ha az átlagember számára az, akkor biztos volt. Rendben. Ellentétben azt számíthat-e az ellentét, illetve az elmélet, illetve a gyakorlat? Bizonyos értelemben is. Tehát ellentétbennek vehető a demokrácia elmélet és a demokráciának a gyakorlata. Amennyiben nem a diktatúra elméletével és a diktatúra gyakorlatával hasonlítod össze. Önmagában ellentétbennek tekinthető a demokrácia elmélet és a demokrácia gyakorlat. Hogyha eltekintjük a diktatúrának akár még a létezésétől. Elképzelhető ilyen felfogás. Szükség van-e arra, hogy a demokrácia egy feltétlenül más rendszerekkel való összehasonlításban vizsgáljuk? Feltétlenül szükség. De elismerted azt, hogy akár az elmélet és a gyakorlat ellentétpártja alapján is választható és vizsgálható? Csak akkor nem a valamilyenségét tudjuk megállapítani, hanem a valósultságnak a mértékét. A veszélyességét sem állíthatjuk az elmélet és a gyakorlat összehasonlítása közben? Miért nem? Azért, mert a demokrácia az egyfajta politikai berendezkedés vagy politikai rendszer, és ahhoz, hogy ezt veszélyesnek nevezzük, ahhoz meg kell vizsgálnunk, hogy egy másfajta politikai rendszer, aminek szintén van elmélete és gyakorlata, miképp van megírva és miképp valósul meg. Melyik a lényegesebb, az, hogy lenne, vagy az, hogy nincs? Hát, ezt sajnos nem tudom így. A csapatotok véleménye szerint a lenne kérdés lényegesebb, vagy az, hogy nincs? Hát, mert attól függ, mi a kérdés. Ha fölteszel egy kérdés, lenne ebben és nincsen, akkor megmondom, hogy a két konkrét kérdés közül melyik a fontosabb. De így általánosságban én nem tehetem ezt meg. Rendben van, mi választ fogunk hozni a kérdésem. Köszönöm szépen. Thank you.
Köszönöm a szót. Tagadott csapat részéről egy indokolatlan és túlzott eszőkítéssel találtuk szembe magunkat akkor, amikor demokráciát és antidemokráciát állított egymással szembe, és antidemokráciaként kizárólag, mint egy a diktatúrát vizsgálta. Az antidemokrácia, mint a összegyűjtő fogalom alá több minden tartozik, csapatunk álláspontja alapján, illetve hangsúlyoznánk azt, hogy mi nem a relatíve, nem a viszonyított veszélyességét vizsgáltuk a demokráciának, hanem mint hogy kritériumunkba is megfogalmaztuk, és a vitát szerint igyekeztünk lebonyolítani, a rendszer stabilitás alapján vizsgáltuk a demokráciát, tehát nem a viszonyított veszélyessége alapján, mint ahogy a tagadó csapat reagált érveinkre. A szignifikánsat hiába kértem, hogy határozzátok meg konkrétan erre a tételmondatra értelmezve, nem kaptunk rá definíciót, ezért nem tudtuk értelmezni a definíció kiegészítéseteket. A kérdésekben, illetve tagadó egyestől is kérdeztem, és elhangzott, hogy ha valami veszélyes, veszélyesebb, akkor automatikusan ami csak veszélyes, az már nem veszélyesebb. Ez a logikai következtetés önmagának mond ellent, hiszen nem jelenti azt, hogy valami nem veszélyes akkor, hogyha veszélyesebbét is találhatunk nála. Köszönöm. Illetve további érveiteknél elhangzott kettes beszélőtök Balázs hozta fel az érdekek becsatornázásának mértékét. A demokráciának egyik fontos kulcsa az, hogy állítja, hogy becsatornáz minél több érdeket, de ezeket mégse valósítja meg tökéletesen, nem valósítja meg kellő teljességgel, ez is egy veszélyessége a demokráciának. Illetve állítottátok, hogy a mát nézzük a demokrácia szempontjából, a demokráciának módja is van, hosszú módra visszatekintő politikai berendezkedés, ezért vizsgáltuk meg azt, hogy mi volt a 19. században, illetve Platón idején. Az áldemokráciákat a tagadó csapat mint egy visszautasította, hogy nem akar róluk beszélni, de ez megint csak tételmondatunkhoz tartozik, hiszen a demokráciának egyik legnagyobb veszélye az, hogy áldemokráciába fordul át, tehát igenis vizsgálnunk kell az áldemokráciákat is. Tagadó kettes állította szintén azt, hogy a demokrácia nem törekszik az abszolút szabadság és abszolút egyenlőség megteremtésére. Lehet, hogy az abszolútra nem, de a nagy mértékre és minél nagyobb mértékre igen. És ez egy nagyon kényes egyensúly, melynek fenntartása egy nagyon érzékeny folyamat. És a demokráciának egyik veszélye az, hogyha ezt az egyensúlyt megbontja, akkor anarchiába, diktatúrába, illetve akármilyen más berendezkedésbe átfordulhat, mint ahogy ez tételmondatunkban már elhangzott. Máshoz képest nem veszélyes, állította megint csak tagadó kettes. Máshoz képest, de mi önmagát a rendszer stabilitását vizsgáltuk, és nem azt, hogy nem így hangzik a tételmondat, hogy mi a veszélyesebb, a diktatúra vagy a demokrácia, illetve nem csak diktatúrából és demokráciából állnak a politikai berendezkedések, mint ahogy ezt a demokrácia és antidemokratikus berendezkedésekre akartátok leszorítani. Manipulációról is beszéltetek, igen, állított a csapatunk, hogy manipulálják az embereket. 4 évente egyszer, amikor megkérdezik a véleményét, és be akarják vonni az embert, a minél szélesebb réteget be akarják vonni a demokratikus választás. Olyankor médiák, illetve egyéb források által manipulálják a véleményt. Azon kívül megint csak más politikai rendszerekről beszéltetek, és egyre kevesebb szót hallottunk valójában a demokráciáról, csak viszonylagosságot mondtatok. Hatalmi ágakat, hogy a választópolgárok működtetik, állítottátok, de a hatalmi elit, a politikai elit az, ami ott van, amelyik valójában választ, hiszen ez a közvetlen demokráciának a lényege, hogy 4 évente egyszer, mint egy elhitetik velünk azt, hogy mi választunk, mi döntünk, pedig mi 4 évente egyszer csak választjuk a hatalmi ígéreteik alapján azokat az embereket, amiket valójában nem tudjuk, hogy mi motivál, de 4 éven keresztül ők fogják viselni. Ők fogják képviselni a véleményüket. Ez is a demokráciának egy veszélye. Csapatunk állította, hogy a demokrácia veszélyes, és ezt a rendszer stabilitása alapján vizsgáltuk, és nem az alapján, hogy veszélyesebb a demokrácia, vagy veszélyesebb a diktatúra, mint ahogy ez kritériumunkban és definíciónkban is elhangzott. Történelmi áttekintést is adtunk, hogy hogyan is alakult, hogyan jött létre ez a rendszer, illetve ideológiai áttekintést, melynek körében az alappilléreket és az eszmélységet vizsgáltuk. Az eszmélység alatt értve a szabadság és az egyenlőség egymáshoz való viszonyát, ami egy nagyon kényes egyensúly. És a történelem során már több példát találtunk, említem csak Hitler példáját, említem Robespierre idején a franciaországi diktatúrába való átfordulást, illetve a Lengyelországot 1980-as években. Köszönöm szépen! Ahol megint csak azt láttuk, hogy a demokrácia nem volt elég erős, a demokrácia túl laza volt, mert a demokrácia veszélyes. Az általános választójognak is a veszélyét mind passzív, mind aktív szempontból vizsgáltuk, illetve hogy a hatalmi ágak hol adnak arra lehetőséget, hogy a demokrácia kilép önmaga medvéből, definíciónkra visszautalva átforduljon valami másra. A népszuverenitás elvét is vizsgáltuk, ami miszerint a demokrácia állítja, hogy a hatalom forrása nép. Mégis ezt nem valósítja meg, egy illúzió vermingat minket, ez is veszélye a demokráciának. Politikai vonatkozás, illetve megvalósulás alapján is vizsgáltuk, hogy
Tudja, a demokrácia önmagában már az elméleteiben is tartalmaz olyanokat, melyekben önellentmondás van, tehát nem valósulhat meg teljes tökéletességgel, de mégis elhiteti velünk ezt. Tehát mindezeknek értelmében is a demokrácia stabilitását vizsgálva alapvető szempontként állította a csapatunk, és nem a demokráciának az összehasonlítása például a diktatúrával alapján, hogy a demokrácia igenis veszélyes. Köszönöm. A csapat részéről azt hangzott el, hogy a demokrácia veszélyét abban látják, hogy ez egy instabil és a funkcióinak megfelelő képtelen rendszer. Ezzel szemben felállítottak egy történelmi fejlődési ívet, ami tulajdonképpen bebizonyította azt, hogy a demokrácia egyre inkább igazodik saját eszméhez, egyre többet megvalósít azokból, és ezáltal egyre nagyobb fokú stabilitásra tesz szert, és a funkciói közül egyre többet képes teljesíteni. A demokrácia egy fejlődőképes intézmény ezáltal, és minél régebbi, minél öregebb egy demokrácia, annál inkább nagyobb fokú a stabilitása. Erre lehet példa az USA. Azt is mondtátok, hogy a szabadság és az egyenlőség feloldhatatlan konfliktusba kerül a demokráciákban. Ez valóban egy tautológikus fogalompár, azonban ezeknek a modern értelmezése abból áll, hogy míg a demokrácia biztosítja a társadalom tagjai számára a politikai egyenlőséget, ezen keresztül egyre nagyobb szabadságot biztosít számukra a magánszféra területén. Így a szabadság és az egyenlőség mennyisége, mértéke egyszerre növekedhet, egymást nem zárják ki. Megemlítették azt is, hogy a politikusok a demokráciában pozícióorientáltak. Ezzel szembe lehet állítani azt, hogy mivel a politikusok folyamatos kontrollnak vannak kitéve, és 4 évenként fenyegeti őket a leváltás veszélye, ezért egy bizonyos fajta teljesítési kényszer nehezedik rájuk. Ezen kívül azt is említettétek, hogy a demokráciákban való alacsony részvételnek az az oka, hogy az emberek nem értik magának a rendszernek a működését. Ellenpélda lehet az, hogy az Egyesült Államokban már az általános iskolákban is nagyon részletesen és tüzetesen tanítják a rendszer működését, azt az állampolgároknak a nagy többsége átlátja, és a részvétel alacsony fokának az lehet az indoka, hogy elismerik azt, hogy a rendszer magas hatékonysággal működik, tehát például magas életszínvonalat, biztonságot és egyebeket nyújt a számukra, így nem látják szükségét annak, hogy a rendszer ellen például a szavazataik leadása útján fellépjenek. De a szavazataikkal csak a rendszer legitimációját erősítik meg. A hatalmi ágak elválasztásával kapcsolatban is tévedtetek, hiszen a modern demokráciákban éppen az általunk hangsúlyozott garanciákon keresztül a hatalmi ágak el vannak egymástól választva, és egyensúlyban vannak, érvényesül a fékeknek és a súlyoknak a rendszere. Ez azt is jelenti, hogy például a helyi és a központi hatalom közötti ellensúlyt és ellenpontot is meg lehet teremteni. Azt is említettétek, hogy a demokráciákban a gazdasági értekek diktatúrája érvényesül. Ezzel szembe lehet állítani a szabad piacot, a lobby ellenes törvényeket. Aztán azt mondtátok, hogy az, hogy a hatalom forrása a nép, ez csak egy
egy ámítás, egy illúzió. Ugyanakkor a demokráciában érvényesül az érdekek politizációjának a mechanizmusa, ami azt jelenti, hogy az egyén képessé válik az általa felismert érdekeinek artikulációjára, megtalálja a társadalomban azt a bázist, nevezetesen a politikai pártokat, amelyek ezeket agregálják, és a központi döntéshozatali mechanizmusba becsatornázzák, azaz kanalizálják. Ezáltal sohasem érvényesülhet az ugyanakkor, hogy túlságosan sok érdeket próbálna meg a demokrácia egyszerre érvényesíteni, hiszen működik például a parlamenti küszöb. A funkciók megvalósításának is ez a pregnáns példája, hogy a döntéshozatalban ilyen módon működik a rendszer. Hogy a kisebbség alávetett helyzetben lenne a demokráciában, szintén nem feltétlenül érvényesül, hiszen a demokráciában általában a parlamenti váltógazdaság működik. Ezáltal mindig cserélődik az, hogy egy-egy parlamenti ciklusra miért, hogy ki a kisebbség és ki a többség. Ezen kívül azt is mondtátok, hogy ez a ciklus túlságosan rövid, vagy túlságosan hosszú. Ez a ciklus éppen elég arra, hogy egy államnak a középtávú terveihez igazodhasson. Aztán arról, azzal kapcsolatban, hogy a szólásszabadság és a személyiségű jogok összeütközésbe kerülnek, ez valóban igaz, a demokráciában számos alapjogot, egyre több alapjogot biztosítanak az állampolgárok számára, ezek szükségszerűen kollízióba kerülnek, és közöttük rangsorolni kell. Azonban például a szólásszabadság és a személyiségű jogok esetében el kell választani a közéleti személyiségű jogokat, ezek sokkal kisebbek, tehát egy közéleti szereplővel szembeni szólásszabadság nagyobb. Ugyanakkor a magánember személyiségi jogait sokkal erőteljesebben védik a törvények. Mi abból a szempontból vizsgáltuk a demokráciát, hogy ez a más rendszerekkel, egyébként mi is tudjuk azt, hogy egyéb rendszerek is léteznek, azonban a hatalomgyakorlás szempontjából egy rendszer vagy demokratikus, vagy antidemokratikus. Azt érzékelni, hogy egy demokrácia önmagában veszélyesen, leginkább akkor tudjuk, hogyha összevetjük egy olyan rendszerrel, ami nála még sokkal veszélyesebb. Végül azzal szeretném, egy Churchilltől származó idézettel szeretném befejezni. Ő azt mondta ugyanis, hogy a demokrácia önmagában számos rossz vonást hordoz, ugyanakkor ennél jobbat még nem találtak ki. Köszönöm szépen. Egy kis türelmet kérek a jelentés
a döntés. Tudom, amit először megmondom, hogy mi a döntés, és utána értékelünk megfelel. Jó. Na, tehát akkor az én meglátásomban az állító csapat nyerte meg a vitát. Az értékelésem pedig, és az indoklásom erre a következő. A véleményem szerint az állító csapatnak, tehát ezzel nem is gondolkodtam egyáltalán, igaza volt abban, hogy attól, mert van veszélyesebb, attól ez még veszélyes lesz. Én úgy érzem, hogy ezt bebizonyították, mind a Pistikével, mind általában azzal, hogy attól, mert van egy veszélyes. Ez a mondat is elég indoklás, mert van veszélyesebb, attól az még veszélyes marad. De hát ez ugye még nem volt elég ahhoz, hogy megnyerjék a vitát. És itt kerültem problémába, hogy akkor most tényleg bizonyították-e azt, hogy veszélyes vagy nem. És arra következtetésre jutottam, hogy bizonyították, hiszen olyan veszélyforrásokat sikerült felmutatniuk, amik valóban veszélyforrások. Tehát azt mondták ugye, hogy nem elég megfontolt a választás, már pedig a demokrácia választásokon alapul, ezt ugye ti sem tagadhattátok. Ugye 4 évente, és én úgy értem, hogy főleg Balázsnál csúszott el az egész, én úgy értem, inkább általában foglalkoztál az ő a problémával, az ő konkrét érveikkel szemben, és még Eszternél is azt hangzott el, hogy ugye a demokráciának az a lényege, hogy a jogoknak, jogok érvényesülésének is ad módot, viszont én úgy értem, hogy ez igazából nem volt biztosítva, tehát hogy ad megvalósulási lehetőségeket, viszont ők éppen erről beszéltek, hogy a törvényhozásban, a végrehajtásban, a média és a manipuláció által éppen ezért nem tud megvalósulni ez a, nem tudnak megvalósulni a jogok, amiket ugye elméletben a demokrácia biztosít. Másrészt egy ilyen elvi ellentétet is próbált az állító csapat felvázolni, hogy a kisebbség és a többség, tehát hogy valami mindig a másikkal szemben, tehát vagy azt mondja, hogy a többség irányít, és akkor a kisebbség van elnyomva, vagy pedig a kisebbséget túlságosan veszik figyelembe, és akkor a többségnek nem lesz. Tehát ezt az egyensúlyt ők azt mondták, hogy nem lehet igazából fenntartani, mert valamerre mindenképpen elbillenhet. Hoztak erre példákat is, hogy amikor az áldemokráciába fordul a demokráciának kikiáltott rendszer, ugye itt Hitlerről és francia forradalomról is volt szó. Én úgy éreztem, hogy egy évet nagyon ügyesen próbáltam elteni a problémát. Tehát ez a történelmi fejlődés, ugye, hogy stabil, egyre stabilabb. Én úgy érzem, hogy azért, mert a Churchill-idézet is szólt, mert még ettől nincs jobb, nem bizonyítanáznék azt, hogy ez nem veszélyes. Kérdésetek nektek? Hát a közönséget szeretném megkérdezni, hogy még lehet, hogy előtte kellett volna az én döntésem előtt, hogy ki hogy döntött volna, hogyha itt a helyemben van. Tehát akkor ki az, aki az állító csapatra szavazott volna? Nem is számoljuk. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Még ez többség, ugye, hogy ellenpróba, tehát a tagadók szavazott volna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most akkor én azt a kérdést is feltenném, hogy a vitával kapcsolatban, tehát nem a tartalmával, a formával, vagy bármivel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Tehát, hogy mi miért volt így, vagy mi a véleménye erről a formáról? Senkinek semmi? Hát akkor... akkor azt mondom, hogy a... Erről a formáról az, hogy eléggé nagy az információ áradat, eléggé gyors a tempó, és ha az ember nem jegyzetel,
akkor elveszett, és akkor élvezhetetlen a vita. Tehát, hogyha én itt csak ülök és hallgatok, akkor igazán nem tudom értékelni, mert a nagy áradatban elveszett. Ez nem véletlen, hogy is érdekel, nem érdekel a másik kicsit, hogy is, illetve a közönségnek sincs megtudva, hogy érdekelni, hogyha követni szeretné, tény, hogy nagy odafigyelést igényel. Akkor én azt mondom, hogy a elkövetkezendő pár napban jó vitázást kívánok mindenkinek, és aki esetleg nem vesz részt versenyzőként, az ugyanúgy azokra a vitákra is bejöhet nézőként. És akkor én köszönöm szépen a figyelmet, és hát a csapatoknak is a vitát. Holnap délután lesz egy előadás, itt a Vasutas Művelődési Házban, méghozzá a hatalomról. 10 órakor, délután 10 órakor várunk. Csapatok megy, és azok holnap. Holnap megyézünk meg. Délután 10-ig. Akik a szállásra jönnek majd, azok majd jöjjenek velem. Kicsinek Köszönöm vagyok. Köszönöm.